Donc, mert sziasztok srácok, nagy bogdá. Be fogunk itt kicsit szivogálni, edzés előttiből. Emegyünk, nyomunk egy kis tréninget itten. Egyedül, single player van. Öcsém full takonyba volt otthon ma, vagyis a héten. Úgyhogy, egyedül letoljuk, eszünk egyet, aztán jövök haza, hogy bizony, de... Csiszper. For the pumpe. Megtűtízzük a vizet. És megyünk is tréningezni. Szevasztok srácok, Cnerev Vok, ugye? Nemrég végeztem a reggeli kardióval. Az edzős rész, amit a videó elején láthattok, az kicsit vissza az időben dolog, amikor nyomattunk egy, vagyis hát nyomattam egy kis reggeli csendes tréninget. Láthattok benne egy egész érdekes biceps gyakorlatot, azóta találtam már egy jobbat egyébként. Elmesélem az okát, hogy mi volt. Hogy ilyen különleges dolgot csináltam, ami fasságnak tűnhet egy-két embernek. Nos, ennek az volt az oka, hogy rájöttem, volt egy kis sérülésem, és ugye elvette az egész biceps edzésről a figyelmet, mert itt durrant be. És hát nem mondanám, hogy bedurrant, hanem elkezdett égni a karom, ahelyett, hogy elkezdtem volna érezni a bicepsembe. És bármit csináltam, ez innen elvette az egészről a hangsúlyt. Szóval rájöttem, hogyha szorítok, akkor kezd el ez történni velem, úgyhogy ezeket a bokapántokat ráraktam a csuklómra, és így csigásgépen bicepszeztem. De azóta találtam egy jobbat, majd megmutatom. Ott kivételesen szorítok, csak annyira más szöge az egésznek, hogy tökéletes helyre megy a terhelés, majd próbáljátok ki, szerintem ez az egyik legjobb biceps gyakorlat, amit eddig csináltam. Aztán a következő téma pedig a Train with Blood Challenge győztese, Tiborc. Szeretnék neki még egyszer gratulálni így a videón keresztül is. Kicsit megkésve, de a lényeg, hogy Tiborc nagyon szép teljesítményt produkált. És akkor még kicsit szerény is volt, mert ő azt hitte, hogy ez kevés erre a
8 hétre. Szerintem 8 hétre ez nagyon-nagyon szép. Szóval szeretnék neki még egyszer gratulálni, és a továbbiakban remélem, hogy nem adja fel ezt a sportot, mert ugye ha 8 hét alatt ilyet tudott ő itt mutatni nekünk, akkor több van benne, mint amire ő gondolt. Aztán lenne egy olyan kérdésem hozzátok, hogy most így engedtek ugye ezen a konditermi dolgokon, hát ha már többen tudnak konditerembe járni, hogy lenne igény újabb Trimvillát Challenge-re, így a nyár elejére, hogy szikkadtan szárazan nézzetek ki a nyár közepén már. Szóval, hogy lenne igény új Trimvillát Challenge-re, ezt írjátok meg nyugodtan kommentbe, majd kiteszek azért egy szavazást Instára is, de azt ugye már a videón kívül, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a reakció már. Mondták páran, hogy szeretnének jelentkezni, hogyha lesz, de mindig 10 fővel indul a challenge, úgyhogy még kéne egy-két srác oda, hogy működjön is. Ugye most a konditerem, ami beleszólhat ebbe az egészbe. Szóval, következő videóban megmutatom az új kedvenc kardiómat és az új kedvenc biceps gyakorlatomat. Aztán az lehet, hogy egy full day of eating-es videó lesz, mert jön a nyár, és én is elkezdtem befelé szottyadni, mint egy múmia. Úgyhogy muszáj egy kicsit diétázgatni, így úgy, amúgy. Köszönöm, hogy velem tartottatok, megpróbálok majd több videót gyártani. Persze lehet, hogy az lesz a vége, mint eddig, hogy havi egy ki fog jönni, aztán ennyi volt. Streamelni meg mostanában azért nem nyomtam egyébként, hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor Twitch és Train with Blood, mert ott szoktuk nyomni most már a Train with Blood live-okat, játszunk, és akkor közben tudunk beszélgetni, fazmofóbiázni szoktunk, Fortnite-ozni, de bármilyen fasz a játékötletre vevő vagyok. Szóval csatlakozzatok a Twitch-re, Train with Blood, és akkor kövessetek, mert ott szoktunk nagyobbakat beszélgetni, hétköznapokon is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, srácok, igyekszem. Megígérem nektek, hogy igyekszem majd több videót csinálni, hasznos videókat, főleg jön a nyár, új tapasztalatokat megosztani a kis testemről, úgyhogy majd a legközelebbi videóban találkozunk. Vagy akkor nem ebben a szikkatratypisztoly bicepszel.